Feldíszített osztály, ünneplőbe öltözött gyerekek. Visszafogott körülmények között zajlott le az általános iskolások ballagása Döbröközön. Márciustól kialakult helyzet nagyon nehéz volt. Egyik pillanatról a másikra megváltoztatni az oktatási formánkat. Nem találkozhattunk minden nap a gyerekekkel. Gyerekek elszakadtak egymástól, a tanáraiktól. De nagyon gyorsan alkalmazkodott mindenki ehhez a helyzethez. A pedagógusok online oktatásba kezdtek, a diákok is ezt a formát nagyon hamar megszokták, hiszen ők talán még rugalmasabbak is, mint mi, hiszen fiatalok, nekik az online világ már egy természetes közeg. A végzősök a továbbtanuláshoz szükséges jelentkezési lapokat már a vészhelyzet kialakulása előtt elküldték. Mindenki felvételt nyert az általa választott középiskolába. A napokban már a beiratkozások zajlanak. Talán a szülőknek volt nehezebb, hiszen ő rájuk sokkal nagyobb teher hárult ezekben az időkben, hiszen többen otthon dolgoztak, és otthon tanítottak is. Mert azért főleg az alsó tagozatosoknak, a kicsiknek nehéz volt egyedül tanulni. Nekik nagyon kellett még az anyu, hogy segítsen, akár a házi feladatírásban, akár olvasásgyakorlásban. Tehát én azt gondolom, hogy nagy köszönettel tartozunk a szülőknek, akik ebben a hosszú 2,5 hónapban valóban oda kellett, hogy üljenek nap mint nap a gyerekek mellé, és a tanítónéni, az online tanítónéninek segíteni az otthoni valós világban. A mostani egyébként is rendhagyó ballagás Andikné Schmidt Mária tagintézmény vezető számára azért is volt különleges, mert ő is búcsúzott az iskolától. Igazából nekem is ez volt az utolsó ballagásom ebben az iskolában. Én itt voltam általános iskolás, amikor végeztem a főiskolán, ide jöttem visszatanítani, és 40 év óta tanítok ebben az iskolában. Hát természetesen nagyon szeretem ezt az iskolát, hát az életem volt ez az iskola. És hát most azért kicsit fáj a szívvel. Búcsúzom. És ezzel az osztályjal, akivel most elvallagtam, gyakorlatilag elsőtől együtt vagyok, mert őket tanítónéniként első osztályban tanítottam, illetve egész alsó tagozatos korunkban matematikára, tehát velük elég szoros kapcsolatom volt, és most nagyon örülök, hogy velük együtt búcsúzhattam, és egy annak ellenére, hogy egy ilyen visszafogott ballagásban, de azért mégiscsak sikerült elbúcsúznom tőlük, és talán azért is örülök neki, hogy ezt a fajta engedélyt megkaptuk, hogy visszajöhessünk az iskolában, és tényleg itt az iskolában, ebben a környezetben búcsúzhassunk el egymástól, meg az iskolától.